Magyarországtól nagyon messze létezik egy szigetcsoport a hatalmas csendes óceán kellős közepén. A távolság lefestésére nem túlzás, ha történetünket népmesei hasonlattal kezdjük. Nos hát, az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl, nagyjából ott, ahol a térképeken a keleti hosszúság 171. foka és a déli szélesség 12. foka fut egymásba, smaragdzöld szigetek emelkednek a kéklő óceán vize fölé. Ezek a polinéziai szigetvilághoz tartozó szamoai szigetek, melyeken két ország osztozik. Az 1961 óta független Nyugat-Szamoa és az Amerikai Egyesült Államok fennhatósága alatt álló Amerikai Szamoa. Ha az utazó hamisítatlan polinéz kultúrát és vendégszeretetet keres, akkor a cél nem lehet más, mint Nyugat-Szamoa. A szabad ország két nagyobb és néhány kisebb szárazulatot birtokol. A szamoai mértékkel két óriást Upulunak és Savaiinak nevezik. Upulu a turisták kedvence, míg Savaiira csupán kevesen jutnak el. Magányosan kóboroltam Savai szigetén, amikor valaki arról beszélt, hogy Salelolonga faluban él egy honfitársunk. A hírnek utána jártam, és egy este így találkoztam a világ távoli zugába vetődött hazánk fiával. Ez a film az ő, vagyis a szamoai magyar Angster József története.